Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Ezekben a napokban ünneplik a reformáció 500 éves évfordulóját a protestáns felekezetekben mindenütt. Ez a ma délutáni ének-zene ünnepé is a reformációért való hálaadás, de a hálás megemlékezés mellett szeretnénk őszintén szembenézni a mai valósággal, és feltenni azt a kérdést, hogy vajon fél évezred elmúltával élnek-e igazán a reformáció felismerései, a reformáció szellemisége. A mai ünnepély egy előadás sorozatba illeszkedik bele, amit még áprilisban kezdtünk, ezen a címen a reformáció alapeszméi. Ahogyan láthattuk a meghívón, a mai előadásnak ez a címe, hogyan viszonyuljon a keresztény Krisztus közben járásához, és hogyan várja visszajövetelét. Gyakran halljuk emlegetni, hogy a reformáció fő jelszavai ezek voltak, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, vagyis egyedül az írás, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a hit. És most azt fogjuk látni, hogy ezt a solus Christus, egyedül Krisztus elvet hogyan alkalmazták a reformátorok a Krisztus közben járásáról szóló tanítást illetően és a Krisztus visszajövetelére vonatkozóan. Ugye a sola scriptura elvből következően komolyan vették azt, amit az írás Krisztus közben járásáról mond. Olvasom a Timóteushoz írt első levélből, a Timóteushoz írt első levél második fejezetéből idézem az 5. és 6. verset. Egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idején. Tulajdonképpen mi az értelme egyáltalán a közben járásnak? Ugye már az ószövetségi rendben is egy bűnbánó, aki szerette volna a bűnét Istennel rendezni, nem tehette ezt közvetlenül, hogy az áldozatát ő beviszi a szentélybe, hanem a közben járó papnak kellett képviselni az ő ügyét. És azt olvassuk Jézus, hogy ő pedig az új szövetség papja, főpapja, az új szövetség közben járója. Miért van szükség egyáltalán közben járásra? Holott az írás hangsúlyozza, hogy Isten közvetlen, személyes kapcsolatot akar önmaga is az ember között. Azért, mert Isten bűngyűlölő. Isten semmilyen módon kompromisszumot, az önzés, semmilyen megnyilatkozásával, semmilyen törvényszegéssel nem tesz. És nekünk, embereknek tulajdonképpen nem volna jogunk Istenhez fordulni. Ahogy az írás mondja, a törvényszegéseink, a bűneink elválasztanak tőle. Hogy mégis híd épüljön Isten és az ember között, arra az egyetlen lehetőség az, hogy Krisztus szeretetből önként, ami bűneink büntetését elszenvedte. De ezen felül arra is szükség van, hogy ezt ő személy szerint ránk vonatkozóan érvényesítse. Az írásból azt értjük meg, hogy Krisztus közben járásának kettős jelentősége van. Egyrészt az, hogy ő önmagát adta váltságul mindenekért, és ahogy Jézus mondta, ő az, aki név szerint megvallhat egy-egy embert, és kimondhatja azt, hogy ennek az embernek a bűnbánatát én őszintének tartom, igaznak tartom, és ez az ember kapjon bűnbocsánatot az ő tulajdon áldozatának az alapján. Tehát az egyik jelentősége az, hogy érvényesíti az ő önként szeretetből hozott helyettes áldozatát az adott emberre vonatkozóan, ahogy az írás mondja, név szerint megvallja őt, másrészt pedig hitelesíti a bűnbánatának az őszinteségét.
Ezért olvassuk azt a zsidókhoz írt levélben, járuljunk ő hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Nem mindenki, aki mondja Uram, Uram, és aki formálisan hivatkozik Krisztus helyettes áldozatára, nyer bűnbocsánatot, hanem azok az emberek nyernek bűnbocsánatot, akik igaz szívvel, hitnek teljességével járulnak ő általa Istenhez. Őket vallja meg név szerint az Atya előtt, és nyernek bűnbocsánatot. Éppen ezért nincs rajta kívül több közben járó. Egyedül csak ő az, aki közvetlen az Isten színe elé járulhat, hiszen emberfiaként sem vétkezett soha. Ő az, aki az ő tulajdon áldozata alapján a törvényszegésekre bocsánatot kérhet az Atyától az ember számára. Éppen ezért a reformátorok ezt a kérdést nagyon világosan értették, hiszen visszatértek az írás egyértelmű kijelentéséhez, és szeretnék néhány sort olvasni, hogy az ágostai hitvallás, vagy augsburgi hitvallás, mely 1530-ból való az evangélikus egyház fő hitvallása, mit mond a közbenjárásról. És ugyancsak idéznék az ágostai hitvallás apológiájából is. Nem tanítja a Szentírás, hogy a szentekhez fohászkodjunk, és a szentektől kérjünk segítséget. Mert egyedül Krisztust állítja elénk közben járul, engesztelésül, főpapul és szószólóul. Az apológiában pedig ezt olvassuk. A szentek érdemeit másokért is fel akarják használni. Ekként a szenteket nem csak szószólóinká, hanem engesztelőinké is teszik. Ezzel már Krisztus legsajátabb méltóságát ruházzák át a szentekre. Elhomályosítják vele Krisztus tisztét és a könyörületességbe vetett bizodalmat, amely egyedül Krisztust illeti meg. Így az emberek azt képzelik, hogy Krisztus szigorúbb, a szentek ellenben könnyebben megnyerhetők, és ezért inkább bíznak a szentek, mint Krisztus irgalmasságában, és Krisztust elkerülve keresik a szenteket. Ekképpen teszik őket valóban megváltás szerző közben járóká. Ugye itt említem meg, hogy ez egy borzasztó emberi gondolat, hogy Istennél lehetőség lenne protekciós közben járásra, vagy pedig érzelmi ráhatásra. Ugye ezek az elméletek, hogy más közben járó Krisztuson kívül, ezek mind arra hivatkoznak, hogy Istenre hatni. Hatni érdemekkel, vagy hatni érzelmekkel. Micsoda Isten kép az, ami ebből elénk tárul. A Biblia azt mondja, hogy Istennek igazság és jogosság a királyi székének alapja, miközben tele van irgalommal és kegyelemmel az ember iránt. És az Atyát nem kell megnyerni az ember számára. Ez az egyik legszörnyűbb gondolat, mikor úgy gondoljuk, hogy meg kell puhítani az Atyát, hogy az ember szeresse, és az embernek bűnbocsánatot adjon. Hiszen a Biblia főigéje is így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Maga Jézus pedig ezt mondta, nem mondom azt, hogy én kérem az Atyát, mert maga az Atya szeret titeket. Ezzel azt mondta, hogy nekem nem kell megnyerni az Atya szeretetét, nem kell kérnem, hogy ő szeressen titeket, maga az Atya szeret titeket. Tehát nagyon fontos volt a reformátoroknak ez a helyreállító munkája. És vajon van-e szükség emberi közben járóra ahhoz, hogy az ember bűnbocsánatot nyerjen? Nem csak ahhoz, hogy segítséget kérjen, hanem hogy bűnbocsánatot nyerjen. Nagyon világos szavakkal szólt erről Calvin is. Szeretnék az ő soraiból idézni. Ha erre vonatkozó ismeretünk nem tiszta és bizonyos, akkor a lelkiismeret nem találhat semmi nyugalmat, semmi békességet Istennel. Minden papi tisztség a Krisztusra ment át. Ő benne jutott teljességre, és ő benne be is végződött. Egyedül ő rá ruháztatott tehát a papi hivatalnak minden joga és méltósága.
A Szentírásban a bűnvallomásnak csak egyféle módja van előírva, és ez a következő. Mivel az Úr az, aki a bűnöket megbocsátja, elfelejti és eltörli, neki kell bűneinket megvallanunk, hogy bocsánatot nyerjünk. Ő az orvos, sebeinket tehát ő neki mutassuk meg. Ő van megsértve és megbántva, tőle kérjünk békét. Ha megvalljuk bűneinket, mondja János, hű az Isten, hogy megbocsássa nekünk bűneinket. Kinek valljuk meg? Neki, Istennek. Luther Márton nagyon világosan szólt Mária közben járásának a kérdéséről is. Tőle is hadd idézek néhány sort. Akik Máriára zúdítják a dicséretet és tiszteletet, és mindent neki tulajdonítanak, nincsenek messze attól, hogy bálványt csináljanak belőle. Aki tehát helyesen akarja tisztelni Máriát, annak Isten elé és mélyen Isten alá kell őt állítania. Sajnos sokan vannak, akik Máriától és a szentektől, mint Istentől várnak segítséget és vigasztalást. Attól tartok, nagyobb ma a bálványimádás, mint valaha. Ne csináljunk belőle bálványt, Istennőt, aki adni vagy segíteni tud, és akihez könyörögnünk és menekülnünk kell, mint Istenhez. Mária nem akar bálvány lenni. Nem ő, hanem Isten tesz mindent. Mária nem is kívánt más lenni. Megmaradt az egyszerű emberek tömegében, szegény nőnek. Mi minden tiszteletet meg akarunk adni neki, amelyre rá is szolgált, de nem akarjuk őt egyenlővé tenni a fiúval. Az embernek az a kérdése, hogy amikor a 16. században ezek a nagyon világos, tiszta gondolatok elhangzottak és leírattak sokszorosan, vajon változtatott-e ez valamit az egyház, a középkori egyház gyakorlatán? Nem csak akkor, a 16. században, hanem egészen napjainkig. Szeretnék idézni néhány sort. A Római Katolikus Egyház hivatalos tanításából, ugye az úgynevezett új katekizmusból, amely a következőket mondja. Azáltal, hogy az égiek, az üdvözült szentek, ugyanis kétféle szentnek a közbeni járásáról van szó, a meghalt szentek, akik már Krisztusnál vannak, és azok, akiket az egyház szenté avatott. Azáltal, hogy az égiek, az üdvözült szentek bensőségesen egyesülnek Krisztussal, az egyház egészét még jobban megszilárdítják a szentségben. Szüntelenül közben járnak értünk az atyánál. Bemutatják érdemeiket, amelyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által. Tehát kissé érdekes ez a megfogalmazás, mert egyrészt elismeri, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő, de úgy mondja, hogy ők bemutatják azokat az érdemeiket, amelyeket az egyetlen közvetítő által szereznek. Ugye ez a modernebb mai megfogalmazás. Máriáról pedig ezt írja, Mária közreműködik az üdvösség egész művében, amit fiának kell beteljesítenie. Mária mindenütt anya, ahol Krisztus az üdvözítő és a titokzatos test feje. Vagy idézhetnék még Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, amelyben a következők olvashatók. Így idézem. Mária az anya, aki Jézus gondozta, most anyai szeretettel és fájdalommal ennek a sérült világnak viseli gondját. Ő teljesen átalakulva együtt él Jézussal, és minden teremtmény az ő szépségéről énekel. Ő a napba öltözött asszony, lába alatt a holddal, fején pedig 12 csillaggal való koszorúval. Felvéve a mennybe, az egész teremtett világ anyja és királynéja. És a protestáns egyházak nagyot változtak 500 év alatt, mert azt hiszem tudjuk, hogy azt a bizonyos közös nyilatkozatot, amely 1900
99-ben először a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség között jött létre, azt 2006-ban a Metodista Egyház is aláírta, ők is csatlakoztak, és most ezen a nyáron, július 5-én a Református Világszövetség is csatlakozott hozzá. És ezt a tételt vallják mindezek a protestáns egyházak 500 évvel a reformáció után. Közös a hitük a megigazlástan alapvető igazságainak felismerésében a katolikus egyházzal. Tehát ugye a közbenjárás kérdése az alapvetően a megigazuláshoz tartozik, hogy hogyan nyerhet az ember bűneire bocsánatot, de a nagy különbség, a nagy távolság ellenére, amely ma is fennáll 500 év múlva, ugyanúgy, mint 500 évvel ezelőtt, most mindezek a nagy protestáns egyházak vallják, hogy közös a hitük a megigazulástan alapvető igazságainak a felismerésében. Szeretném itt még azt a megjegyzést is tenni, hogy én úgy gondolom, hogy még a biblikusanban, vagy legalábbis arra törekvő keresztények között, akik szeretnének biblikusan gondolkodni a megigazulásról, az evangéliumról, nagyon nincs rendben a Krisztus közbenjárásának a kérdése. Sokszor találkozhatunk azzal, hogy úgy gondolják keresztények, hogy Krisztus meghalt mindenkiért, hát most ő bizonyára megbocsát nekem, tudja, hogy én bánom az én vétkemet, de ez nem az a bűnrendezés a közben járó Krisztus által, amiről az írás beszél. Nem lehet, mint egy Isten háta mögött elkönyvelni, hogy Krisztus engem biztos megval, biztos megbocsát az én törvényszegéseimért. Ahogyan a tékozló fiú rendezte valamikor a vétkét, hogy elmegyek az én atyámhoz is, elmondom ezeket neki, csak úgy lehet rendezni a bűnt ma is Istennel. Nem véletlenül mondja az írás, hogy Krisztus mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, akik ezt komolyan veszik, hogy Krisztust kérik, hogy az ő bűnbánatuk őszintességét hitelesítse, és az ő áldozatának az érvényességét ő rájuk is terjessze ki, és nyerjenek ezen az alapon bűnbocsánatot törvényszegéseikre. És szeretnék szólni arról is, hogy a reformátorok a 16. században a Solus Christus, az egyedül Krisztus elvet arra is vonatkoztatták, hogy nem csak az egyes ember üdvösségének az egyetlen reménye Krisztus, de az egész keserű levében forgó virágunknak is egyedül Krisztus a reménye. Krisztus visszajövetele. Ehhez, hogy megértsük, hogy ez milyen nagy dolog volt, hogy ők ezt hangoztatták, és majd mindjárt fogok idézni az ő nyilatkozataikból, ahhoz arra kell gondolnunk, hogy mi volt a középkori egyháznak a gondolkodása és a tanítása. Ugye a konstantinuszi fordulat ugye a 4. század elején, amikor a kereszténységből először kedvezményezett, majd pedig államvallás lett a Római Birodalomban, kibillentette a keresztény gondolkodást. És például Augustinus, akitől sok jó is származik, meg több tévedés is, ő azt vallotta, hogy az a bizonyos 1000 éves időszak, amiről a Jelenések könyve 20. fejezetében szó van, az már tulajdonképpen elkezdődött, a Krisztus földi műve után az elkezdődött, és itt már most Krisztus uralkodik az ő papjaival. Ugye, tehát ki nem látja, mondta, hogy azzal, hogy a kereszténység diadalra, győzelemre jutott, a Római Birodalom államvallását tette, ezzel Isten országa itt a földön érvényesül, és Krisztus uralkodik az ő papjaival. Azt is mondta Augustinus, hogy az a bizonyos kis kő, amiről Dániel könyve 2. fejezetében szó van, hogy majd leszakad, és majd nagy hegyé lesz, és betölti a földet. Azt mondta, hát az még érthető, hogy a zsidók ebben a kis kőben megbotlottak, de ez a kő már leszakadt, sőt, már nagy hegyé lett, és betöltötte a földet. Ugye itt is a kereszténység diadalára utaltak. És hát milyen mentségük lehet azoknak, akik még ebben a nagy hegyben is megbotlanak.
és nem látják, hogy Isten országa már itt van. A reformátorok azonban visszatértek a bibliai történelem szemlélethez. Luther Márton azt mondta Krisztusról, ő nagyon szerette egyébként a 118. Zsoltárt, és így értelmezte ennek a Zsoltárnak a nevezetes igéjét, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, a szeglet fejévé lett. Ezt írta, Krisztus még mindig megvetett szegletkő, mert Krisztus országa sok támadásnak van kitéve. Tehát ez meredeken ellenkezett az előbbi történelem szemlélettel. Azt mondta, szó sincs róla, hogy ez a kő már nagy heggyé lett, és betölti a földet. Krisztus még mindig megvetett szegletkő, és az ő országát rengeteg támadás éri. Ugye ők azonosították az antikrisztusra vonatkozó bibliai jövendőléseket is, és azt egy hosszú korszaknak látták. És azt mondták, Pál apostol előre megmondta, hogy mielőtt Krisztus eljönne, a bűn embere egyenesen az Isten templomába ül be, és ennek be kellett teljesedni, ennek a hitehagyásnak. És mikor ez véget ér, akkor majd lehet remélni Krisztusnak a visszajövetelét. Erőteljesen hangsúlyozták, hogy Krisztus visszajövetele az örömhír. Az egy örvendetes esemény. Így olvasom például Calvin sorait. Ezt mondta. A Szentírás mindenütt azt parancsolja, hogy Krisztus eljövetelének a várásától függjünk. Mivel azt mondja, hogy a dicsőség koronája el van téve arra az időre. Elégedjünk meg az Isten akarat által elénk szabott korlátokkal, vagyis azzal, hogy a kegyesek nehéz lelki küzdelmüket bevégezvén a boldog nyugalomba térnek, ahol nagy örömmel várják, míg a megígért dicsőségbe juthatnak. Most jön egy fontos mondat, így minden függőben tartatik Krisztusnak, a megváltónak eljöveteléig. Az 1560-ban keletkezett belga hitvallás ezt mondja. A mi Urunk Jézus Krisztus nagy dicsőséggel és hatalommal érkezve testben és látható alakban alászáll a mennyből, hogy élők és holtak ítélő bírája legyen. És ez fölöttébb kívánatos, és mérhetetlen vigasztalására van az igazaknak és a választottaknak, hiszen akkor végleg beteljesedik megváltásuk, és elveszik addig hordozott fáradozásuk és szenvedésük jutalmát. Luther Márton is szintén hangsúlyozza, hogy Krisztus eljövetele az valóságos, látható történelmi esemény lesz, mert ezt írja. Eljön hatalommal. Krisztusnak ez az eljövetele éppen olyan hatalmas lesz, mint amilyen gyenge és látszólag jelentéktelen volt az első. Nem csak azt mondja, hogy jön, hanem hogy meglátják. Mert testben is eljött, de nem látták. Lelkileg ma is eljön naponként az evangéliumba, a hívő szívekbe, de senki sem látja. Az az eljövetele azonban nyilvánvaló lesz. Mindenkinek meg kell látnia. Ahogy Jelenések könyve első fejezetének 7. verse mondja, ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik átszegezték is. És Luther Márton azt is világosan látta, hogy Krisztus eljöveteléhez kapcsolódik majd a föld, a világ újjáteremtése, és ezt írta. Isten egy jobb világgal vigasztal, amelynél jobbat szem nem látott, fül nem hallott. Ígéri, hogy eljön nagy hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben, és minden nyomorúságtól megszabadít, és örökkévaló örömre magához vesz bennünket. Egy pár nagyon szép sor következik ezután. A bűnesetben testünk, lelkünk, szemünk, fülünk, mindenünk meggyengült, megromlott, és század rész annyit sem ér, mint Ádámi a bűneset előtt. Nap, hol, csillag, felhő, levegő, víz, korán sem olyan tiszta, szép és kedves, mint volt az előtt. De a manapon majd megint új és szép lesz minden. Tehát ők egy örömteljes beteljesülésként várták Krisztusnak a visszajövetelét, és látható történelmi eseményként. Arról is szóltak, hogy bár az időt nem tudhatjuk, de ennek a jeleit figyelni kell, és felfedezni kell, és komolyan venni Krisztus eljöveteinek a közeledését.
Luther például ezt írta 1521-ben. Pontosabban ez egy maga először prédikálta, és ugye neki sok prédikációját följegyezték ezt is. 1521-ben tehát így prédikált. Jézus kétségtelen nem azért profétált jelekről, hogy senki se figyeljen azokra, vagy hogy ne ismerje fel őket, amikor bekövetkeznek. Pontosan nem fogják tudni, melyik nap lesz az. Ezért figyelnünk kell arra, hogy ezek a jelek most következnek-e be, vagy már beteljesedtek, vagy pedig hamarosan be fognak következni. Senkit nem akarok kötelezni vagy kényszeríteni, hogy higgyen nekem. De arról sem vagyok hajlandó eltérni, hogy szerintem az ítélet napja nincs már messze. Nagyon érdekesek Károli Gáspárnak, Bibliánk fordítójának a szavai, aki 1562-ben írt két könyv című művében egy ilyen című tanulmányt is megjelentetett. Micsoda jegyekből ismerhetjük meg Isten ítéletének közelvaló voltát. És ezt írja, miképpen a halál napját és óráját semmiképpen nem tudhatjuk meg, azonképpen Isten fiának eljövetelét nem tudhatjuk. S noha semmiképpen nem tudhatjuk az ítélet napját, óráját, hetét, havát, esztendeit, mindazonáltal sok bizonyos jelből eszünkbe vehetjük, hogy az Isten fiának napja csak az ajtó előtt, azaz felette igen közel van. És mivel érvel? Min alapult Luthernek az a hite is, hogy már nem lehet nagyon messze, és ugyancsak Károli Gáspáré. Károli Gáspár így érvel. Az a négy monarchia, az a négy birodalom, amiről Dániel beszélt, ezek már megvoltak mind. És akkor sorolja, hogy hogyan lehet ezeket azonosítani. A negyedik birodalomról azt mondja, immár ketté szakadott. A birodalomban sok nemzetség elegyedett, mind törökök, németek és sok egyéb nemzetség, akik között igaz ugyan nem lehet az egyesség és a barátság, mint a vas nem fér egybe a cseréppel. Azért az a másik ország is tudnélik a dicsőséges, már nem messze van. Tehát a Biblia történelmi proféciáiból tájékozottak, és azt mondta Károli Gáspár, ha az, ami Dániel könyve második fejezetében van, a négy birodalom, már mind letűnt. Az is igaz, hogy a negyedikben ketté szakadott, az is a ketté szakad, illetve részekre szakadt, és hogy beleelegyedett sokféle nép, és az is beteljesedett, hogy ezek nem egyesülnek egymással, mint a vas a cseréppel. És a profétikus kijelentés szerint ekkor már nem sok van vissza ahhoz, hogy maga Krisztus jelenik meg, mint az a bizonyos leszakadó kő, és mert így mondja az írás, hogy azoknak a királyoknak az idejében, amikor ez a szétszakadozottság van, amikor egyesülnének is, de mégsem egyesülnek, akkor várható, hogy Krisztus megjelenik. Tehát nagyon logikusan érveltek, és nagyon komolyan vették. És itt is szeretném elmondani azt, hogy nézzük meg, hogy ma mi a helyzet. 500 évvel később. Nagyon érdekes, hogy egy ismert protestáns szerző, Csia Lajos, már 1840-ben ilyen sorokat írt le, 1940-ben. Ilyen sorokat írt 1940-ben. Jézus visszajöveteléről még vallásos körökben sem szokás beszélni. Ige hirdetésünkből, vallástanításunkból majdnem hiányzik. Botrány lenne, ha valaki arra mutatná rá, hogy Jézus visszajövetele az események mai folyását megváltoztatja. És a római katolikus egyház valamit változott-e az addigi elmélet, hogy Isten országa már jelen van a Földön? Így olvasom szintén a különböző római katolikus dogmatikákból néhány sort idézve. Krisztus már uralkodik az egyházon keresztül. A mennybe menetellel Isten terve eljutott a beteljesedéséhez. Visszavonhatatlanul le van rakva a világ megújulásának alapja. Mindez valamiképpen előre vételezve meg is valósult a világon, hiszen az egyházat
már a Földön ékesíti az igazi, bár még nem a tökéletes szentség. Egy másik dogmatikai műben ezt olvasjuk. Amikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak a látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát Krisztus voltaképpen nem jön el hozzánk, hanem a világ érkezik elő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. De olvasnék még protestáns szerzőtől is, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez csupán római katolikus álláspont lenne. Jörg Zink nemrégen halt meg, neves német protestáns teológus. A Isten lelke vezérel bennünket, akkor nem csak a keresztények, hanem az emberiség szabadsága mellett állunk ki. Akkor nem csak a felekezetek közötti megbékélésért fogunk küzdeni, hanem a népek és hatalmi tömbök közötti megbékélésért is. Ha a lélek vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely majd egyszer valamikor eljön, és most figyeljünk, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. És végül szeretnék egy egészen friss dologból is néhány sort olvasni, ami bár az ember sok mindenhez hozzászokik, hogy mi minden igazodik a korszellemhez, ez azért megdöbbentett. Szeptember 16-án itt a szomszédunkban, Budakeszin volt protestáns nagygyűlés, a reformáció 500. évfordulója alkalmából, és ezen csaknem minden kisebb, úgynevezett neoprotestáns vagy újprotestáns egyház részt vett, és valamennyien az alábbi nyilatkozatot elfogadták. Nem olvasom az egész nyilatkozatot, csak egy részét, ami erre vonatkozik, Krisztus visszajövetele, vagy épüljön bele Isten országa a föld uralmi rendszereibe. Hisszük, hogy Jézus Krisztus uralma alatt az egyház egy test, és ennek a Krisztus testnek a mai megjelenítéséért minden keresztény felekezet a maga területén felelős, hogy az Isten országa, mely nem szemmel láthatóan jött el a világba, szeretet által munkálkodó hitünk révén egyre inkább látható legyen. Meggyőződésünk, hogy ez a körülöttünk élők erkölcsi felemelkedését is magával hozza. Én tényleg csodálkozom rajta, valamikor tanítottam a Szabadegyházak tanácsa lelkész képzőjében, és sokokat ismerek, akik most már hozzám hasonlóan idősebb egyházvezető kisebb egyházakban, és tényleg csodálkozom, hogy nem látták meg, hogy ez a szakasz ebben a közös hitvallásban, amit valamennyien aláírták, mit mond. Mert ugye ez azt mondja, hogy az Isten országa, amely nem szemmel láthatóan jött el, annak egyre inkább láthatóvá kell lenni az egyházak szeretet által, munkálkodó hite által, és hogy ez a körülöttünk élők erkölcsi felemelkedését is magával hozza. Ugye a Lukás 17-ből idézi, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jött el, de ez csak az egyik fele annak az ige szakasznak, ami ott van. Mert ugye, amikor Krisztust megkérdezték a farizeusok és az írástudók, hogy vajon nem most jön el az Isten országa, ahogy ők elgondolták, ugye, hogy szabadság harccal a római birodalommal szemben fellépnek, és Krisztus majd ilyen király lesz, akkor Jézus azt mondta, nem szemmel láthatóan jön el. Nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Isten országa közöttetek van. Mert akkor ez volt a jelen való igazság. Jézus személyében közöttük volt az Isten országa. De utána azt mondta, majd az Isten országa úgy jön el, mint a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másikig. De erre már nem hivatkozik ez a közös nyilatkozat. Csak arról beszél, hogy láthatóvá válik az Isten országa, az egyházak tevékenysége, szeretet által, munkálkodó hite által. Az pedig, amikor azt írja, hogy, hogy,
hogy ezáltal majd meggyőződésünk, hogy ez az erkölcsök felemelkedését hozza magával, hát ezt nem lehet egyeztetni azzal, amiről Jézus beszélt, hogy az ő eljövetel előtti világban, mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, és olyan lesz ez, mint Noé napjai, vagy mint a Lót napjai. Tehát 500 évvel a reformáció után nagyon messze vagyunk attól, ahogyan ők gondolkoztak az egész kereszténység történetéről, az egész emberiség történetéről, ahogyan azt mondták, hogy egyedül Krisztus a remény, a Krisztus visszajövetele, és ez egy boldog várakozással kell erre tekintenünk. Tehát valahol itt tartunk ma, és én szeretném újra elmondani, hogy a Bibliában pedig a Krisztus visszajöveteléről mindenütt úgy van szó, mint egy örömteljes boldog várakozásról. Tituszhoz írt levélben azt írja Pál apostol, várvánam a boldog reménységet, a nagy Istenünknek, a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. A Filippi levélben azt írja, ami országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. És nemhogy itt a földön reménykedtek volna, hogy majd a szeretet az igazságban itt megvalósul, hanem így írja Péter apostol a levelében, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. 500 év nagy idő, és azt mondhatjuk, hogy nagyot fordult a világ azóta. Ma sokszor reformáción azt érték, hogy változás, valami újnak a bevezetése, pedig a szó eredetileg azt jelenti, hogy visszatérés. A reformátorok visszatérésnek értelmezték a maguk mozgalmát a Szentíráshoz, az apostoli kereszténységhez. Ma a kereszténység reformáción főleg a korszellemhez való hozzáigazodást érti. De én úgy gondolom, hogy ha megemlékezünk a reformációról, akkor arról emlékezzünk meg, hogy ma is csak a visszatérés a hiteles reformáció. A visszatérés az íráshoz, a visszatérés a jézusi tanításhoz, mert akár mennyire hangzik ma az, hogy a kereszténységnek változnia kell, figyelembe kell venni a társadalmi változásokat, a Biblia örökkévaló evangéliumról, örökkévaló jó hírről beszél, amivel szemben kitalálni az ember szabadítását és az egész emberiség megváltását senki nem tudja más módon ezt megvalósítani, még csak elképzelni sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy hálásan emlékszünk a reformációra, és úgy gondoljuk, hogy a reformáció ma is azt kell, hogy jelentse, hogy visszatérés az egyéni életünkben is. Mindig visszatérés az igazi forráshoz, ráépülés az igazi szegletkőre. De ezt kell értenünk egyházi vonatkozásban is. Szívemből kívánom, hogy mindig a hiteles reformációra gondoljunk, és semmiféle más reformáció ne tévesszen meg bennünket. Ha Isten igéjéhez ragaszkodunk, a sola scriptura elvhez, akkor ragaszkodni fogunk a többihez is. Az egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltalhoz is. Szívemből kívánom, hogy ezeket megértsük, és ehhez szabjuk az életünket is. Thank you.
Szerető mennyeinknek. Hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk hálát adni néked a 16. századi reformációért, amely valóban olyan csoda volt, hogy te szóltál, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. De Urunk, 500 év elmúltával mi megrendülve látjuk azt, hogy ismét visszatérésre lenne szükség. Óriási az eltávolodás a te ígéd igazságától, az örökkévaló evangéliumtól. De még ez is a hitünket erősíti, hiszen Urunk, te irattad meg, te ihletted a Biblia szerzőit 2000 évvel ezelőtt olyan kijelentésekre, hogy az utolsó időben majd ezt fogják mondani gúnyolódva, hol van az ő eljövetelének ígérete. Urunk, kérünk téged, adj erkölcsi bátorságot, és kellő alázatot, és kellő türelmet, hogy egy elhitetett világgal szemben, ahol elfelejtődtek mindezek az evangélium igazságok, a Krisztus közben járásáról, a Krisztus visszajöveteléről, mi ezeket képviselni tudjuk. Nem mennydörgő hangon, és nem másokat kárhoztatva, hanem a maga tisztaságában és Krisztus szeretetével, de rendíthetetlenül, de elhallgattathatatlanul, hiszen életmentő szükséglet, hogy megismerjük, Urunk, hogy valóban egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, Istenünk, hogy ezeket a hatalmas leckéket, amiket az egyháztörténelemből tanulhatunk, segíts, hogy ezek minket a mikorunk megértésére vezessenek, és segíts, hogy arra késztessenek, hogy kutassuk a te ígédet, hogy meglássuk, hogy mindaz, ami történik, a te szavad beteljesedése, és az egyetlen igazi reménység a visszatérés az igéhez, és a te szabadító, megmentő eljövetelednek a várása, nem csak mint egyes keresztényeknek, hanem az egész szenvedő, bűnbe süllyedt világunk számára is. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és békességeddel, szereteteddel kísérj el mindannyiunkat. Amen.